meg a nép, hogy új parancsnoka van. De nincs nappalán gondolni. Ezt senki sem tudja. A fiú igen. Tényleg benne van? Természetesen. Mostantól a tiéd, tűztartó. Növelnünk kell a fényvárosának lakosságát. Minél több elme végzi a feladatot, Eli annál nagyobb hatalmat szerez. És közelebb juthatunk. Sok szeretettel köszöntöm a sorozat rajongóit. Ez itt az Aktív Stúdió. És annak is a vezetője vagyok, Földi Tamás. Hát itt készül a sorozat, illetve hát ez a keverőhelység, itt keverjük le a kész felvett szinkront. Ami miatt beszélek egy kicsit, az a szinkron, amit mindenki, azaz nem mindenki, hanem vannak, akik azt mondják, hogy jaj, a szinkron milyen, ilyen, olyan, amolyan, nem adja vissza az eredetit úgy rossz, ahogy van, csak csúnyább szavakkal, például szar szót szokták használni hozzá, meg hogy eredet tudnának rajta vágni. Erre azt tudom mondani, hogy ez egy szubjektív szakma. Ezt egy kommentbe le is írtam egyébként, szintén ezzel a sorozattal kapcsolatban. Igen, az eredeti az az eredeti. Annak a hangulatát, annak a pontos dallamát, atmoszféráját visszaadni lehetetlen. Tehát ez bármilyen filmnél azt mondom, hogy lehetetlen. Vannak mondjuk nagyon nagy mozifilmek, ilyen csúcskategóriai mozifilmek, amin jobban technikailag megsegítik a szinkront a künti forgalmazók. Na most el kell mondjam, hogy ennek a töredékéért csináljuk ezeket a szinkronokat, és például az, hogy hogyan szól egy barlang, vagy egy űrhajó belső, vagy egy bázis belső, azt nekünk kell kitalálni hozzá. Annyit el tudok mondani, hogy a színészek a maximálisat megpróbálják teljesíteni azért, hogy ez a dolog jó legyen. Vannak olyan szinkronok, amire azt mondják, hú, ez milyen jó volt. Fogadni merek, hogy elő fog állni 5-10 ember, aki azt fogja mondani, hogy nem. A szinkron, mint mondtam, egy szubjektív, ugyanúgy, mint a színház, vagy akármilyen film. Valakinek tetszik, valakinek nem tetszik. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy 2 + 2 az biztos, hogy 4, mert azt mindenki be tudja bizonyítani. Valakinek tetszik, kinek a szőke, kinek a barna, kinek a paplan. Tehát ez egy ilyen dolog. Egy biztos, hogy mi megpróbálunk mindent megtenni ahhoz, hogy ez jó legyen. És akkor én megmutatnám azt, hogy hogyan történik itt a keverés. És akkor mondom, lehet mondani azt, hogy tetszik vagy nem tetszik. Ugye most lehalkítottam, ugye ez a felvett magyar. Ezen a gépen itt látszanak a különböző hangsávok. Itt liheg a hölgy. Ja, nem, itt beszélt a hölgy. Itt liheg a fiatal férfi. És ugye itt vannak különböző potméterek még hozzá, illetve maga a keverőpult, amivel ezt az egészet csináljuk. És mindjárt megmutatom, hogy milyen. Most mindjárt meg fog szólalni a cím. Visszatérünk. A felvezető, és akkor kicsit bejegyzünk. Itt van például... Meddig tartasz mi? Itt van például ez a toronyba zárt lélek. Tehát itt maga az, hogy mondjuk csak egy sima... Ugye mit kapunk a filmhez? Kapunk egy képet, és kapunk egy nemzetközi hangot. És megpróbálom csak a nemzetközit megmutatni. Tehát így néz ki, amikor nincs rajta semmi. Tehát az összes zene, az összes zörej, minden kongás, tehát minden rajta van, kivéve a magyar. Na most ugye nagy filmeknél például meg szokták adni azt, hogy ennek a teremnek milyen akusztikát kérnek, tehát hogy milyen legyen a kongása. Na de mi ugye nem kapunk semmit, hanem meg szoktuk hallgatni, pontosan én amikor keverem a dolgot, meghallgatom azt, hogy konganak a lépések, tehát hogy körülbelül milyen atmoszférát kell hozzákeverni ahhoz, hogy ugyanabban a térben láss lépések kongással beszél. Tehát ugye aki szereti, annak itt van az eredeti. Whatever you say. Enter! Tehát meghallgatjuk azt, hogy milyen atmoszférája van körülbelül az eredetinek, milyen atmoszférája van a zörgéseknek, lépéseknek, tehát mindennek. És akkor jön az, hogy ha megtalálom a megfelelő gombot, igen, tehát visszatérünk most egy kicsit a nemzetközire. Hozzáadom a magyar dialógot. OCST, Ogut, has to take Spider. És hogyha nincs rajta semmilyen atmoszféra, most keresek egy már beszédesebb részt, ahol mondjuk beszélgetnek egy picit, mondjuk itt ennek a jelentek az elejétől. Tehát... Meddig tartasz még fogva? Tehát most azt mutatom meg, hogy nincs rajta semmilyen tér. Tehát magyarul teljesen száraz hangot fogtok hallani, amin
Tehát nincs semmi. És akkor itt elkezdjük kevergetni, hogy mi lehet a megfelelő. Meddig tartasz még fogva? Mennyire kóbb? Ruel azt mondta, tartsalak szemmel, amíg visszajön. Az 50-en vagyunk, hová mehetnék? Persze ez most túlzás. Egy valódi parancsnok nem félne. Én valódi parancsnok vagyok. Tehát, hogy mi legyen a megfelelő atmoszféra ez a kopogáshoz például? Nem engeded be? Jók, ez már közelít. Tehát ezeket mind-mind ki kell találni. És higgyétek el, rengeteg munka van vele. Sokan mondják, hogy az eredeti, ugye földi nyelvet nagyon nem sikerül visszaadni. Hát ők kitaláltak valamit, a magyar teljesen máshogy beszél. Volt szerencsém szinkronizálni a Csillagok háborúja első epizódjában Panaka kapitányt, amikor is ott volt ugye a Lukásznak az embere Amerikából a szinkron ellenőrzésekor, és folyamatosan azon veszekedett, hogy miért nem beszélünk úgy, mint az eredeti. A magyar nyelv teljesen más. Ugye mi szépen ívesen beszélgetünk. Az angol a szó végén ragozgat, tehát szó elején, tehát előtte ragoz, utána mondja el, hogy mit akar. Tehát nem lehet visszaadni tökéletesen úgyse azt, amit ott hallottok. De higgyétek el, hogy igyekszünk, rajta vagyunk, és tényleg apai tanyaidba adunk. És igen, még mindig ott van utána a szubjektív része ennek az egésznek, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Van választási lehetőség. Lehet felirattal nézni, tudom, hogy van, aki nézi is, sőt, évadokkal előre jár. Ez van. Mi tényleg mindent megpróbálunk.